Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. A ma esti témánk a Parkinson-kór a germánygyógytudomány alapján, és ez gyakorlatilag a máj studenten mítjen 19-es esetéről szól. De mit tudunk a Parkinson-kórról? Azt tudjuk, hogy a Wikipedia szerint a második leggyakoribb kórság betegség, és a Facebook hirdetésünkben is igyekeztünk ennek a kórságnak a tüneteit a legjobban megfogni. Ez egy reszkető bénulásról szól gyakorlatilag. Ez egy degeneratív betegségként van az akadémikus orvoslás szerint kategorizálva, úgy, mint egy degeneratív idegrendszeri betegség, amely gyógyíthatatlan, de kezelhető. Hogy mi is a helyzet ezzel a reszkető bénulással, egyáltalán hogyan jut el a biológiánk ilyen szintre, ez nagyon érdekes, és amint látjuk az előadásban is van egy remegő kész, hát remélem, hogy a remegő kéz mellé nem társul remegő hang is, én bár azt hiszem, hogy ezt a témát felkonferálni igen nehéz számomra, hiszen nagyon izgulok, hogy vajon miképpen alakul ez a 19-es eset kapcsán a My Student and Meet-en című könyv esetbemutatásán keresztül. Szeretnénk ezt a kórságot, ezt a betegséget megismerni, mindezt a germánygyógytudomány tükrében, és a ma este előadónk is dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeuta. Fogadják szeretettel! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ténylegesen egy nagyon komoly és nagyon gyakori betegségről van szó, mint olyan, idézőjelbe téve a betegséget, mert már tudjuk, akik ismerjük a germánygyógytudományt, hogy csak értelmes biológiai különprogramok vannak. Hát ugye ezt nehéz elfogadni annak, aki most hall először germánygyógytudomány előadást, de épp ezért kell röviden összefoglalnom, hogy mi is az a germánygyógytudomány, és ki az, aki felfedezte, hogyan fedezte fel. Lássuk mindannyian, hogy itt nem valami ezotérikus klubban veszünk részt, hanem egy nagyon is tudományos előadáson. Dr. Ike Gerdhammer személyéről és személyiségéről nagyon sokat lehetne beszélni. Röviden annyit kell mondanom, hogy egy fantasztikus kolléga volt, aki imádta a munkáját, és azon túl, hogy a medicinát tudta, teológus és fizikus is volt, tehát tudott a betegek nyelvén beszélni, tudott a lelkükhöz szólni. Nos, az ő nagy tragédiája abból állt, hogy a 19 éves fia karjai közt halt meg, pedig hát 111 napon keresztül mindent megpróbált elkövetni a kolléga, hogy megmentse a fiának az életét. A rövid időn belül ez a történet, bocsánat, 1978. december 7-én történt, és két hónapon belül Hammer doktornak heredaganata alakult ki, és elgondolkodott azon, hogy a heredaganata és a fia elvesztése között kell legyen valami kapcsolat, hisz addig teljesen egészséges volt. Most ez a gondolat indította őt el egy másfajta úton, és fedezte fel az öt biológiai természettörvényt, amiből az elsőt Hammer doktor a rák vastörvényének nevezett. A rákvas törvényének, hiszen akkor még nem tudta, hogy további négy biológiai törvényt fog felfedezni, és ebben valójában leírja a valósokát minden daganatnak, ráknak, vagy rákkal egyenértékű betegségnek, mi az oka, és ebben, ha valaminek ismerjük az okát, akkor tudjuk azt is, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Nos, ebben a törvényben Hammer doktor a fiára való tisztelettel DHS-nek nevezi, Dirk-Hammer-szindrómának nevezi azokat a kritériumokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy biológiai válasz induljon el a szervezetünkbe. Ne feledjük el, hogy mindig egy súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, ami hirtelen, váratlan, meglepetésszerűen ért minket, és beleragadtunk a konfliktusba, nem tudtunk kilépni belőle, érzelmileg nem tudtuk megoldani, és mindezt magányosan éltük meg. Ebből is látszik, hogy ilyen történetek lesznek még az életünkben, mindig lesznek érzelmileg megérintett történetek, ezek ellen mi más nem tudunk tenni, mint azt,
hogy nem éljük meg magányosan, és nem maradunk benne a konfliktusba, mert ha már ez a két tényező gyakorlatilag nincsen ott a folytatásban, akkor a szervi válasz is elmarad, hiszen láthatjuk az egyenletet, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indítja el a szervi elváltozást, vagyis nincsen szervi elváltozás lelki megrázkódtatás nélkül. A konfliktus pillanatában pedig kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek a körülmények, amelyek között mi a konfliktust megéltük, pontosan a védelmünkbe, hogyha legközelebb hasonló körülmények közé kerülünk, ez a külön program már azonnal beinduljon, de most már konfliktus nélkül is elindul, és pont ez lesz a krónikus betegségeknek az alapja. Vagyis a megoldás az lenne, ha minden nap lezárnánk békével a napjainkat, és akkor nem lenne súlyos következménye, nem lenne krónikus betegség belőle, nem lenne szervi elváltozás vagy működésváltozás a szervezetünkben, hiszen mindig is ezen múlik a terápia sikere, mert hiszen az első biológiai természettörvényben benne van maga a terápia is. Érzelmileg kell feloldani azt, amit érzelmileg indítottunk el, és akkor a sinek is eltűnnek. Ez minden egyes betegség, vagy minden egyes, hogy is mondjam, már nem ismerem ezt a szót használni, hogy betegség, pár webkonferenciát végighallgattam, meg pár tanfolyamot, de minden betegség esetében ennek a DHS-nak meg kell történnie, vagy vannak esetleg kivételek is? Természetesen, hogy a germán gyógytudomány tárgykörébe, a fentiek értelmében nem tartoznak bele a mérgezések, a hiánybetegségek, a balesetek, a sugárzások, és csak is azok a betegségek, amelyek lelki megrázkódtatással indultak el. És ne feledjük, hogy a krónikus betegségeink mind ilyen betegségek. Egy hiánybetegséget kérem szépen a hiánypótlásával meg lehet oldani. Egy balesetet ezután is a baleseti sebészeten kell rendbe rakni, és a mérgezéseket pedig kerülni kéne, legyen szó akár gyógyszerről, akár gombaméregről. Tehát ezek a tényezők, mondjam úgy fizikai tényezők, ezek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, és nagyon örülök a kérdésednek, mert akkor tisztáztuk, hogy a germán gyógytudomány tárgykörébe azok a lelki megélések kerülnek, amelyek nem kerültek feloldásra. És minden ilyen fel nem oldott lelki megélésre van egy külön programunk, ami különben nem indulna el, ha mi megoldanánk a konfliktusainkat, mondjuk ma este is, a mai nap minden konfliktusát érzelmileg lezárnánk. Tehát ez az EBK ital a paján, csak annyit jelent, hogy értelmes biológiai külön program. Ezt fogjuk használni, persze a betegség elnevezést is fogjuk közben használni, hogy ne legyen annyira zavaró esetleg azoknak, akik először vannak ezen a webkonferencián. Az egyetlen valóság mindig az én megélésem, ez egy nagyon lényeges megállapítás, és itt Hammer doktornak a könyvéből való eset, illetve hát példabemutatása áll, amit most nem részletezek, akit érdekel, az az öt biológiai természettörvényt megnézi. A második biológiai természettörvény pedig arról szól, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik le, a természetes, ha eljut a program a végéhez, és nem akad el. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasz, de mindig mindent a DHS indít el. Tehát amikor nem oldottunk fel érzelmileg egy konfliktust, mert benne ragadtunk, magányosan éltük át, kérdés, meddig csücsülünk ebben az állapotban. Hány hetet, hónapot, hány évet ülünk egy fel nem oldott konfliktussal a lelkünkben. Mert ez a konfliktus tömeg csak attól fog függni, hogy mennyi az eltöltött idő, és milyen magas az érzelemnek az ereje. Ez fogja megadni a konfliktus tömeget. Tehát mindenki megélt már lelki megrázkódtatást, és mai nyelven kifejezve azt tudnánk mondani, hogy stresszesnek éljük az életünket, és teli vagyunk stresszel,
vagyis fel nem oldott hát félelmekkel, de mit nevezhetünk mi stressznek, Rékab, hogy mi jelent az, hogy az ember ilyen állapotba kerül? Hát a stresszes állapotnak megvan a maga a tünet együttese. Mondjuk ugye a hátterére gondoltam, mert tudjuk, hogy ketyeg a szívünk, fent van a vérnyomásunk, izzad kezünk, lábunk, meg pörög a szívünk, gyorsul a szívverésünk. Ezek általános tünetek. De azt a feszültséget mi okozza bennünk? Nyilvánvaló, hogy azért különbséget kell tenni a stressz és a szorongás között, meg ennek a kóros állapotai között, de alapvetően, ha nagyon egyszerűsíteni szeretnénk, akkor azt az ellentétet lehetne a kettő között, tehát azt az ellentétet lehetne leginkább kifejezni, hogy amikor az agyunk és a szívünk más-más dologra vágyik. Talán így lehetne a legkönnyebben és legközérthetőbben megfogalmazni. Ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert valójában, amikor szeretnénk valamit tenni, de a félelmeink miatt ezt nem tesszük meg, akkor van bennünk az a feszültség, amit mi stressznek szoktunk lefordítani. Nos, amikor megoldásra kerül ez a történet, akkor beindul a megoldási szakasz. De kérdés, hogy kerül megoldásra? Valóban érzelmileg feloldottuk, avagy egy újabb stressz miatt már ezzel nem foglalkozunk, és elindítunk egy újabb és egy újabb programot, akár 12-t is egyszerre. És ez lesz az, ami miatt, ugye, ha nem oldódik fel a program érzelmileg, a sínek emlékeztetni fognak minket arra, ha megfelelő körülmények közé kerülünk, hogy bizony ezzel a programmal még dolgunk van. De a megoldási szakaszban mindenképpen beindul ugye a úgynevezett gyógyulás, illetve hát ezt szoktuk mi betegségnek nevezni, hiszen itt tapasztaljuk meg a gyulladás minden szépségét, az, hogy duzzad, hogy fáj, hogy piros, hogy meleg, és nem tudjuk működtetni adott helyen valamelyik részünket, és ekkor megyünk orvoshoz, mert betegnek érezzük magunkat. Aztán az a folyadékgyülem, ami szervi szinten megtalálható, az természetesen az agyi központban is ott van, tehát fokozott fejfájásunk lesz, ami az epileptoid krízisben fog kipréselődni mind az agyi központból, a Hammeri Gócból, mint pedig szervi szinten, és ne feledjük, hogy az izmoknál itt epileptoid krízisben epilepsziás görcsrohamunk lesz. Majd jön a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy a szervi szöveti szinten helyreállítjuk a dolgokat sejtszinten is. És a Parkinson-kornál tartunk, azért ne feledjük, hogy a Parkinson-kor pontosan az exudatív fázisban akad el, hiszen ekkor már elkezdődik némi remegés az izomzatban, de nem jut el az epileptoid krízisig sem a történet, mert elakad. De hát mi történik? Hát ha meg sem oldódik egy konfliktus az izmok szintjén, akkor azt mondjuk, hogy spasztikus bénulásról van szó, ilyenkor hidegek is a végtagok. Amikor policiklikus a lefolyás, ez az epilepsziás görcsrohamnak a tipikus Hammeri rajzolata, tehát mindig kifut a program végére, de nincs feloldva érzelmileg maga a konfliktus, és ezért újra meg újra a sínek gondoskodnak arról, hogy az egész történet lezajlódjon. És a függő gyógyulás, a harmadik változat az, ami a Parkinson-korra jellemző, mert hogy, amint látjuk, itt nem jut el az epileptoid krízisig, túl gyakran jönnek a sínek, és ezért nem tud a program még a megoldási szakasz feléig sem eljutni. Minden betegség kialakulásának megértése csak is akkor lehetséges, ha megismerjük az egyetfejlődést, vagyis az embriológiát, de csak nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, magasból és néhány alapvető dolgot kell tudnunk. Nem kell senkinek sem újra embriológiából levizsgáznia ahhoz, hogy ezt megértse. Ugye az orvosi egyetemen az embriológia az
kötelező vizsga. Ezt minden orvos tudja, hogy minden sejtünk, minden szövetünk három csiralemezből alakul ki. Itt látjuk Hammer doktor rajzán a sárga, narancs és a piros színet megrajzolt belső, középső és külső csiralemezt. A három nyíl pedig mutatja, hogy minden sejtünk, minden szövetünk ebből a három csiralemezből alakul ki, és természetes egy életen át azt a működést végzik, amit ők ott már genetikailag megkaptak. Az agytörzs irányítja azokat a sejtjeinket, amelyek a falatot szerzik meg nekünk, hogy egyáltalán életben maradjunk, és nem csak a táplálékfalatról van szó, amit itt látunk, hanem a levegőfalatról és a vízfalatról is. Ezekben a történetekben mindig először sejtet szaporítunk, majd megoldáskor természetesen gyulladásos folyamatok között lebontjuk a felesleges sejteket, mert egy sejtet se tartunk el feleslegesen. A középső csíralemez sejtjeit két idegi központ irányítja. Itt látjuk alul a kisagy keresztmetszeti képét. Ez az idegi képlet nem csak a mozgások összehangolásával foglalkozik, hanem a burkoknak a megvastagításával, mert ha támadást, bemocskoltságot élünk meg érzelmileg, akkor a burkokat fogjuk megvastagítani, a hashártya, a mellhártya, a szívburok, illetve az írhának a sejtjeit fogjuk felszaporítani, majd megoldásban természetesen jön a gyulladásos folyamatok közepette a fájdalmas gyógyulás. Az írha része embriológiai szempontból az emlőmirigy is, ami tejet termel, és nem verejtéket, mert ugye egy módosult verejtékmirigyről van szó. Az emlősöknél, és így az embernél is, az emlőmirigy mindig akkor érintett, amikor egy gondozási konfliktust, vagyis aggódást, nagyon súlyos és hosszú ideig tartó aggódást élünk meg, ilyenkor elindul az emlőmirigy sejtjeinek, tejtermelő sejtjeinek a túlszaporodása, megoldáskor természetesen lebomlanak, de hát erről is volt már webkonferencia, nem is olyan régen. A kisagy fölött az agyvelő keresztmetszeti képét látjuk, itt olyan idegi magvak, szürke magvak vannak, amelyek az önleértékelés érzését fogják, és az önleértékelés, mivel önpusztítást jelent, ezért konfliktus aktív szakaszban itt mindig bontjuk először a sejteket, mégpedig azokat, amelyek a mozgással kapcsolatos sejtjeink, szöveteink, tehát a csont, ízület, sinak, izom és hozzátartozó osztógyűjtő nyirokér, valamint a kötőszöveti sejtek, zsírszövet tartoznak ide, tehát ezeket mindig fájdalmatlanul bontjuk, amíg az önleértékelés tart, a visszaépítés az fájdalmas, kivéve a zsírszövetet. És természetesen az önleértékelés témája meghatározza azt, hogy hol a testem melyik részét fogom bontani, az önleértékelés erőssége pedig meghatározza, hogy milyen sejteket bontok az adott területen. A harmadik csiralemez a külső csiralemez, és láthatjuk, hogy a külső csiralemezből származik a külsőnk, vagyis a bőrünknek a legkülsőbb része, mindenki számára látható, tapintható, simogatható a felhám, és itt is először az elválasztási konfliktus hatására sejteket bontunk, majd megoldásba visszaépítjük, lásd a bőrről szóló webkonferencia anyagot, illetve ide tartozik a birtok konfliktusok irányítása is az agykérekhez, és erről épp a múlt héten tartottunk webkonferenciát, és amint időnk engedi, ezt az anyagot is elérhetővé fogjuk tenni, a weblapunkra ki fogjuk tenni természetesen, hogy tudjuk, hogy mik azok a birtok konfliktusok, és hogyan hatnak a túlélésünkre. Ami nagyon fontos, és a mai napnak is nagyon fontos témája, hogy az izmoknak a mozgása innen az agykérekből indul ki. Az akaratlagos mozgásról beszélek, ami a haráncsikolt izmokra fog hatni. Ugyanakkor az izmoknak az ereje, a tömege az a fehérállományú rejékből lesz irányítva. Tehát
már is látható, illetve aki már látta a haráncsik autizmokról szóló webkonferencia anyagot, annak ez már csak ismétlés, hogy nem is olyan egyszerű az izmukkal való konfliktusoknak a feltárása, illetve megoldása. A harmadik biológiai természet törvényt már félig említettem, hiszen elmondtuk, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldási szakaszban, tehát csak ismétlünk. Konfliktus aktív szakaszban vagy felépítek sejteket, mert sejtet szaporítok, vagy lesorvasztom a sejteket, vagy működést változtatok. Természetesen, hogy a megoldási szakaszban ennek a fordítottja fog történni, a feleslegessé vált sejteket le fogjuk bontani gyulladásos folyamatok közepette, a hiányzó sejteket vissza fogjuk építeni fájdalmak közepette, és hát a működést pedig helyreállítjuk, és természetesen, ha ez a program végigfutott, akkor ezzel a továbbiakban nincsen gondunk, ha érzelmileg oldottuk föl. De ha elakad a program, ha nincs érzelmileg feloldva, akkor a sinek fognak gondoskodni arról, hogy krónikus betegségként éljük meg a fel nem oldott konfliktus következményeit. A negyedik biológiai természettörvény Bernheimer doktor rámutatta arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok nem az ellenségeink, hanem legjobb barátaink, így a gombák segítenek a felesleges sejtek lebontásában, az alsó csiralemezhez tartozó sejtekben, szövetekben, a mikobaktériumok, a régi mezoderma, vagyis amit mondtam, vagy a kisagy által irányított írha és hozzátartozó részekben, lásd emlődaganat lebontása, a baktériumok segítenek visszaépíteni azokat a szöveteinket, amit ölleértékelés miatt szétbontottunk, lesorvasztottunk, illetve a vírusok az ektodermális programoknál mutathatóak ki, mint segítők, és pontosan ezek, bármelyikről is legyen szó, akkor lesznek túlszaporodva a szervezetünkbe, ha elakadt a gyógyulás, ha a megoldási szakasz nem ment végig, hiszen a lényeg az, hogy a megoldási szakasz végére a felesleges számban levő segítőink, gombák, baktériumok és vírusok eltűnnek, csak ehhez érzelmileg kell megoldani valamit. És én úgy gondolom, hogy féltékenység ellen nem lehet humán papilloma vírus elleni oltást beadni, illetve lehet, de attól a nő még féltékeny marad, és a mészájsebe is ott fog maradni, sőt tovább fejlődik, ményakrák diagnózis lesz belőle. Tehát nem az oltást kéne feltétlenül mindenkinek beadni, hanem valós okokkal kéne valós megoldásokra törekedni. Én úgy gondolom, ez lenne az olcsóbb és a tartósabb megoldás. Az ötödik törvényben pedig Hammer doktor rámutatta arra, amit már egy 10 éves gyerek is tud, hogy mindennek értelme van, ami a biológiában történik, mégpedig a túlélés és a faj fenntartása. Bárki kinéz az ablakon is, vagy kimegy a természetbe, láthatja, hogy minden, ami él, az élni akar, és akkor nem nevezhetjük a túlélésért folytatott biológiai történeteket sem rossz indulatúnak, sem ismeretlennek, sem gyógyíthatatlannak. Rossz indulat a természetben nincs, csak az emberek fejében van rossz indulat. Ugyanakkor a természetben nincs verseny sem, mert akkor már élet se lenne a Földön. Nos, el kell mondjam, hogy először Pápai Páris Ferenc írta le azt a kort, amit mi Parkinson-kornak nevezünk. Ő akkor a Bethlen Kollégiumnak volt a tanára Nagyenyeden, és Apafi Mihály fejedelem orvosa. Ő írta az első magyar nyelvű orvosi könyvében, 1690-ben írt, amit később ugye Parkinson-kornak neveztek el. Itt bemutatok néhány részletet ebből a könyvből, és csupán egy mondatot szeretnék ebből felolvasni. E nyavaja a főnek nyavajái közé számláltatik, mivel gyakrabban a főből leszivárgó nedvességektől
vészen eredetet, melynek az agyvelőből alász származó apró inakat vagy nervusokat elássanak, igen, elárasztják és erőtlenítik. Nem ja. könnyű. Nem könnyű ezt a nyelvezetet hallani, de gyakorlatilag ezzel azt látjuk, hogy 1690-ben már leírták a tünet együttest, hogy mi is ez, tehát a főnek nyavajáit, tehát egy ilyen idegrendszeri problémaként nevezte meg Pápai Páris Ferenc. Itt még a reszketegségről és a kézláb, nyelv és egyéb tag elesettségéről. Szóval nagyon élvezetes ez a könyv különben, de egy nagyon érdekes orvos történeti szempontból is ez a könyv, hiszen Pápai Páris Ferenc ezt a könyvet úgy írta, hogy hát egyszerű emberek is, akik olvasni tudnak, tudják forgatni, értsék meg, és még terápiás javaslatokat is tett ebben a könyvben. Mennyire elfogadható ez, hogy az a főből leszivárgó nedvességek, a agybelőből alászármazó inak, mennyire vannak ezek gyakorlatilag a Parkinson-korban, mint valós ok megnevezve? Mit mondom mai orvostudomány, akadémikus orvostudomány? Bevezetőben elmondtad, hogy ez a reszkető bénulás egy lassan előrehaladó degeneratív idegrendszeri betegség. Tehát jó, nem tette hozzá, hogy degeneratív, nem volt szövettani lelet a kezébe, de tökéletesen leírta a tüneteket. Gyakorlatilag az akadémikus orvoslás álláspontja csak a szövegkörnyezetben, illetve a definícióban tér el. Ha laikus fülnek. A laikus fülnek úgy körülbelül a kettő ugyanazt jelenti, de lehet, hogy Pápai Páris Ferencnek a leírása érthetőbb. Vajon mit mond erre a germán gyógytudomány? Miért alakul ez ki? Hát erre szeretnék pontosan rátérni, mert hála dr. Ike Gerd Hamernek természetesen mindennek az okát tudhatjuk. És mivel már a mozgászavarokról volt előadás, illetve egyes dolgokat, mint szklerózis multiplexet külön megbeszéltük, itt csak néhány dolgot szeretnék átismételni. Ugye nyilvánvaló, hogy a mozgással kapcsolatos konfliktusok lesznek azok, amelyek az izmokat érintik. Ez ugye teljesen természetes. És mint mondtam már az előbb, két idegi központ irányítja az izmokat, az izmoknak a tömegét meghatározza az önleértékelés, a mozgással kapcsolatban megélt önleértékelés, és az izmoknak a működését viszont, a működés gátlását, azt a kérgi központ fogja megvalósítani. Na most, ha annak függvényében, hogy melyik érzés áll előtérben, beszélhetünk elsődleges sorvadásról és másodlagos működésvesztésről, vagy elsődleges működésvesztésről, mint bénulások, és másodlagos elsorvadásról, mert ugye amit nem használunk, az elsorvad. És a lényeg az, hogy ezt az önleértékelést és működés blokkolását a beteg egyszerre éli át egy mozgással kapcsolatos konfliktus során. Képtelen voltam védekezni, elmenekülni, és a többi, kitérni valami elől, vagy tovább lépni, és újabb, ennek következtében újabb és újabb következmény konfliktusokat él meg. Itt nem egyetlen konfliktusról van szó, hanem egy csomó konfliktus egy csokorba, és hogyha ezek megoldása, feltárása és megoldása kerülnek, akkor természetesen, hogy a megoldás után az izmokban fájdalom és izomrángások jelentkeznek, hiszen az ideg-izom egység ismét életre kell. Mondjam, hogy az idegrendszer újra megtalálja az izmokat és azoknak az irányításába, mikor ugye bekapcsolódik, akkor hát ilyen akaratlan izomrángások fognak megjelenni. Az epileptoid krízisben pedig görcsök és epilepsziás görcsrohan fog jelentkezni. Ezek az akaratlan rángások ilyen súbszerű állapotok? Igen, ezeket a szklerózis multiplexben súbnak nevezik.
És pontosan a gyógyulásnak az első jele, jelzem ilyenkor már a végtagok melegek. A konfliktus aktív fázisban még hideg végtagokkal találkozunk, és görcsbe rándult izmokkal. A megoldásban már pegyhűt az izomzat, és meleg. Na most a motorikus konfliktusnak ugye jönnek a következményei, mégpedig a mozgászavar további blokkolása a megoldási szakasz első részében, hiszen az agyi ödéma az még átmenetileg blokkolni fogja a mozgató központokból kiinduló impulzusok végrehajtását. Aztán az izom sorvadás az önleértékelés miatt a fehérállományú központba fog ödémát okozni, és társul még hozzájuk az érzészavar is, szenzibilitási zavarok, ezek átmeneti jellegűek. Ugye itt látjuk az izomsorvadásnak a reléit, természetesen megfelelő testrészen, ugye itt a fejünk tetejétől egészen a lábujjakig megtaláljuk az agyvelőben az egész testünknek a térképét. Itt a másik, az agykérgi központban viszont láthatjuk a motorikus, tehát mozgató relét kékszínű mezőben, mögötte pedig az érzékelő relét. Hát minden orvos tanulta a Sylvius hasadékot, első központi barázdát, hogy előtte van a motorikus, mögötte pedig az érzőszenzoros kéreg. Tehát mindaz, amit tanultunk az egyetemen, azért nagyon jól érthető és használható a germán gyógytudományban is, csak össze kéne hangolni a tudást. Félre kéne tenni a tudományos alapot, nem tartó tudományos alapokat, nem nyilvántartó magyarázatokat, és meg kéne keresni a valós okokat ahhoz, hogy valós megoldásokat adjunk. Na most az elakadt izomprogramok, azok ugye a lefolyásuk szerint lehetnek többfélék. A folyamatos sorvadás teljes vagy részleges izomsorvadáshoz vezet, a féloldali izomsorvadást nevezzük amiotrófiás laterál szklerózisnak. Tehát itt az izomsorvadás az, ami a tünetek között elő van. A mozgás gátlása a szklerózis multiplexhez fog vezetni, és az állandósult mozgászavar pedig lesz az, ami a Parkinson-kort vagy egyéb mozgászavart létrehoz, ezt mindjárt részletezzük. És ugye vannak a visszatérő mozgászavarok, visszatérő izomgörcsök, epilepsziás görcsrohamok. A függő gyógyulás tehát Parkinson-korhoz vezet, ismét mutatom ennek a képletét. Tehát az a baj, hogy a megoldási szakasz első része után elakad a program, és megint előről kezdjük az egészet, aztán bemegyünk megint a megoldásba, megint remegünk, megint elakad az egész, és ez a folyamat azért tartós, mert a sinek túl gyakran ismétlődnek, ezt mindjárt látni fogjuk Hammer doktor eset példáján keresztül. A Parkinson-kor tehát azért lesz probléma, mert nincs a konfliktus érzelmileg feloldva, és túl gyakran jönnek a sinek, és az epileptoid krízis előtt újra sínre kerül az illető beteg, és ezért a remegés megmarad. Az izmok érintettsége az szerint változik, hogy anyagyerek vagy partner oldali a konfliktus. Nyilvánvaló, ha mind a két oldalon megvan, akkor mind a két oldalon a remegés ki fog alakulni. Na most, amikor a betegnek két motorikus konfliktusa van két szemközti agyféltekén, akkor ő nem csak skizofrén konstellációban van, hanem egy motorikus kényszerképzet miatt is szenved, vagyis gyakran van tikje.
és mindig tesz egy bizonyos mozdulatot. Ezek ilyen kacsintások, szájrángatások, esetleg végtagrángatások, és ezek nyilván a mozdulatok utalnak arra, hogy milyen mozgással kapcsolatos konfliktusok nincsenek feloldva. Ezek most, hogyha nagyon konyha nyelvre és nagyon laikus nyelvre fordítanánk, ezek a mozdulatok gyakorlatilag a konfliktusban meg nem tett cselekedetet, mozgást próbálják utánozni? Igen, a meg nem tett cselekedetet, tehát amit meg kellett volna tegyen, hogy az elmeneküljön. Az a mozdulat, amit nem tettem meg, amivel nem hárítottam el a konfliktust, van, igen. Gyakorlatilag ezt így kellene érteni? Így kellene érteni, és ez még durvább formában a Korea Minorban jelentkezik, amikor a mozgás cselekedett sorozatot hajt végre a beteg, fáradhatatlanul, ami azt illeti, és gyakorlatilag ez a Korea Minor is gyógyítható, ha a beteggel tisztázzuk magát a konfliktust, és hát természetesen, ha érzelmileg meg tudja oldani, akkor a sinek is elkerülik. Volt koreás beteg is rendelésen, akinek hát a konzultáció alatt elmúltak a kényszer mozdulatai. De ha a Parkinson-kort próbáljuk részletezni, mert ugye rengeteg érdekes tünet tartozik ide, akkor azt látjuk, hogy ez egy nyugalomban jelentkező remegés. A trémor a remegést jelenti, ami mozgásra megszűnik. Miért? Mert a sinen futó mozgászavar abban marad, amikor a figyelmemet másra irányítom. Ugye tudjuk, hogy amire figyelsz, ott a valóságod, és ez a Parkinson-kornak nevezett remegés. A mai medicina ezt a trémort nevezi Parkinson-kornak. Tehát benne kell legyen a trémor, a bradikinézia és a rigiditás. Mindenki értse, ez a bradikinézia, ugye az izom merevség, lelassulást jelenti, és nehéz elkezdeni, befejezni a mozdulatot, mert még mindig ismétlődik a konfliktus aktív fázis a sinek miatt. Ugye ezek a sinek. Aztán ott van a tartási bizonytalanság, más szóval poszturális instabilitás, mert bizonytalan vagyok abban, hogy meg tudom-e tartani azt, akihez vagy amihez annyira ragaszkodom. Csoszogó járás alakul ki, mert ha a konfliktus a járással kapcsolatban idézőjelben tovább lépéssel kapcsolatos, és azzal kapcsolatban bizonytalan, hogy sikerül-e, akkor természetes, hogy a lábamat nem fogom felemelni, mert biztosabb a járásom, ha szépen csoszogok a talajon. Aztán van olyan tünet, hogy felállási, megfordulási nehézségnek a leblokkolása, amikor úgy lefagy a mozdulat rigiditása. Ez természetesen azért alakul ki, mert a meg nem oldott konfliktus az életében egy olyan fordulatot jelent, amit nem akart végrehajtani. Mindennek megvan az oka. És amikor kialakul a rigor, vagyis az arc kifejezés megváltozik, mint akinek ráfagyott a mosoly az arcára, volt ilyen professzorom az egyetemen, vagy éppen mert nem mer mosolyogni, tehát ez nyilván a mimikai izmokat, az arcizomzatot ért mozgással kapcsolatos, mosolyjal kapcsolatos konfliktus. Aztán a beszéd is halk lesz, meg hadaró, meg dallamtalan, mert visszatérő félelme van a betegnek attól, amit kimondott, vagy amit nem mer kimondani. Elkezdenek remegni a kezek, mert képtelen vagyok megtartani, kézben tartani hozzám tartozó ügyeket, a kapcsolatot, mert mindenki csúszik a kezemből. Részletkérdése. Na most ezek a tünetek nem mind egyszerre lépnek föl, változatos kavalkádjuk van, itt csak az általános tüneteket írom le, és adom meg hozzá a magyarázatot. Nyilván, ha a karok kifelé remegnek, az arról szól, hogy állandósult a védekezési kényszere a betegnek. A fejnek a nemleges mozgásai pedig arról szólnak, hogy hatalmas az igazságérzete, nem tudja elfogadni a vele történt igazságtalanságot,
és a nyakizmaival folyamatosan nemleges mozgást végez. Az ilyen embernek az a problémája, hogy mindent az igazság mérlegén él meg és dönt el. Na most a fenti tünetek alapján írnak le úgynevezett altípusokat, de bocsánat, én ezekre nem térek ki, mert ezeknek semmi értelme, hogy variációt egy témára itt elmondjuk. Na most vannak következmény konfliktusok is, és ha ezeket megnézzük, akkor láthatunk olyat, hogy szaglászavar, mert miért lép fel egy Parkinson betegnél szaglászavar? Mert már képtelen kiszimatolni a reál leselkedő veszélyeket ebben a megváltozott helyzetben. Ugye, ha megváltozik, ha beszűkül a mozgásunk, hát akkor még jobban kell figyelni arra, hogy mi vesz minket körül. És amikor már a területünket is képtelenek vagyunk kijelölni, akkor jön az inkontinencia. Aztán, ha állandósul a falat konfliktus, akkor jön a nyálfolyás, hiszen a kéznek a remegése miatt ugye a kanálból kirázódik az étel, az ital, és szeretném én ezt a falatot mindenképpen elkapni, és közben a nyálazás az folyamatosan fennáll. De lehet, meg van engedve mindenkinek, hogy bosszankodjon, és akkor lesznek mindenféle hát bélrendszeri tünetei, lásd krónikus emésztési zavarok című előadásban. És itt van ugye egy nagyon gyakori, mondjam úgy, hogy következmény konfliktus, a démencia, a depresszió, a pánik, és ez azért alakul így ki, mert megéli ez az ember, hogy ez a világ már nem az ő világa. Az elválasztási konfliktusok is függő gyógyulásban maradnak, és tudjuk ugye, hogy ezek mindig abszanszal járnak, és az abszanszok emlékezett kiesést jelentenek, tehát a démenciának az alapját már meg is adta. És azt se felejtsük, hogy a harmadik birtok konfliktus után jobbkezesnél a depresszió egyre súlyosabb lesz, a balkezeseknél pedig billeg a hangulat. De nézzük akkor, hogy Hammer doktor milyen esetet ír le nekünk a My Studentem Métyen című könyvben, ez a 19-es eset. Kéz és láb parkinsonja és bénulása, mert a 37 éves férfi a szüleit azok hálószobájába inflagranti találta. Ez az eset azt is bizonyítja, hogy a pszichésen kellemetlen epidupla krízisek ártalmatlanok, ha beteg tisztában van a dolgokkal. Tulajdonképpen ez az eset a idézőjelben szerelőműhelybe tartozik, akkor íródott, mielőtt a beteg pszichodráma kísérletet elvégezte volna. De időközökben 2014. május 15-én a kísérletet sikeresen elvégezte. Ekkora már egy 42 éves jobbkezes beteg, férfi betegről beszélünk, aki 5 évvel ezelőtt morbus Parkinson korban megbetegedett. Először a bal, anyagyerek, utána a jobb, partner oldala is. Nem jött rá a konfliktusára, dr. Hammernek nagy élvezetet jelentett az eset kiderítése. A történet maga következő. 5 évvel korábban a beteg, gondolataiba mélyedve, kopogtatás nélkül belépett a szülők lakószobájába, ahol a szüleit inflagranti találta. Elállt a lélegzete. Az apja 60, az anyja 59, mesztelenül szexeltek a heverőn, és az anya az apján ülve nyugodtan megkérdezte a fiát, hogy mit szeretne. Semmit, volt a válasz, majd sarkon fordulva kiment. Évek óta erre a jelenetre gondolhatott. Úgy vélte, ez nem lehet a konfliktusa, hisz anyja nem tett ellene semmi rosszat, pedig a legtermészetesebb, hogy az volt a konfliktusa, mégpedig saját magával, az apjával és az anyjával kapcsolatban. A betegnek el kellett olvasnia a szülőkkel együtt a Papa Noel történetét, hogy tudják, miről is van szó. Ez egy olyan pszichodráma a konfliktus megoldására, ami szintén ebben a könyvben található. Más Studentem Mégyen más studentem című könyvben van a Noel Papa esete is leírva. És leírva, és ez egy epilepsziás gőzsroham megoldásáról van szó, de az epilepsziánál erről szó volt. Tessék meghallgatni. Meg kell őket kérni,
Vegyenek részt a játékban adott időpontban, ismét vegyék fel azt a pozíciót, amiben voltak a konfliktus idején, természetesen nem meztelenül. Majd megérkezik a beteg virágothoz az anyjának, és egy üveg jóbort az apjának, és udvariasan bekopog. Miután az anya azt válaszolja a kopogtatásra, hogy szabad, a beteg a más studentem mindjárt hangosan hallgatva belép a szobába, az anyjának átadja a virágot, az apának a bort, mindkettőjüket átöleli, és azt mondja, bocsássatok meg, én voltam a hülye. És ezzel megszűnik az átok, és mindenki tiszta szívből nevet. Mielőtt kimegy a beteg az ajtón, rákacsint a szülőkre, és azt mondja, meghívhatlak benneteket egy kávéra? A feleségem már megterítette az asztalt. És akkor az átoknak vége teljesen. Kezelés közben fellépő komplikációk, írja Hammer doktor, kedves betegek és olvasók, önök bepillantást nyernek a műhelyembe. Az a dolgom, hogy elfogadjam a betegeim döntését. Mit ér a legszebb kezelési terv, ha kivitelezhetetlen? Nem csak sikeres, örömújongásokkal teli eseteket akarok bemutatni, hanem szeretném, ha megismerkednének a műhely problémákkal is. Igen, tanúságosnak tartom a beteg levelét. A beteg köszönetet mond dr. Hammernek, majd leírja, hogy hogy kezdett hozzá a terv megvalósításához. Először a feleségével beszélt, aki ugyanazt mondta neki, hogy biztos jó úton jár, de a szülőkkel nem fog ez menni, hiszen jelenleg nem is beszél a beteg szüleivel. Az apjával egyáltalán nem, az anyja ugyan közeledik, de mindig megtorpan. Most ő is úgy látja, hogy a maradi nem nyitott, és nem is annyira becsületes szülei nem működnének közre. Ráadásul a végén a kávé teljesen elképzelhetetlen a felesége szerint. Természetesen a beteg is szeretne mielőbb meggyógyulni, kisebb lépésekben képzeli el a haladást. Először is ki akar békülni a szülőkkel. Mi keresi az utat? A feleség ki akar maradni az egészből, úgy tartja, ez csak a férjére tartozik. A beteg hosszasan fejtegeti, miért nem lenne jó a húsvét a terv megvalósítására, mikor tudná először az anyját bevonni a tervbe, és ez milyen nehéz lesz, és sohasem beszéltek nyíltan a szexualitásról a családban. Egy kicsit attól is fél, hogy el ne szúrja az egészet. Húsvét után megtörtént a beszélgetés az anyjával, apa nélkül. Elmondta Noel papa történetét, és azt, hogy ez... elvezetheti őt a gyógyuláshoz. Egy előre megírt szöveget olvasott fel, mert attól tartott, hogy valami fontos kimarad, vagy valami esetleg elfelejt elmondani. Az anyját megkérte, ne szakítsa félbe, a kérdéseit a végén tegye fel. A felolvasás után röviden beszélgettek, nagyon örült az anyja pozitív hozzáállásának, valamint annak, hogy felajánlotta a segítségét. Az anyja megígérte, hogy beszél a férjével, és meggyőzi őt. De mindezt akkor teszi meg, amikor a férjével a közeljövőben elutazik. A beteg reménykedik abban, hogy a két fő szereplőt sikerül megérnie a tervhez. A jó munkához idő kell, jegyzi meg dr. Hammer. 2014. május 17-én írt levélben a beteg beszámol arról, hogy eljátszották a pszichodrámát, de mégsem tud sem jó, sem rossz eredményről beszámolni. Továbbra is béna, remeg a keze, stb. A megoldás sajnos még nem következett be, de egyértelműen őszintébb lett az anya-apa-fiú kapcsolat. Ír a belső vívódásairól, vajon mit nem csinált jól, vajon megcsinálta mindent, mi lesz a házasságával. A házassága egy vékony szálon lúg csak, a felesége kezdi elveszíteni a türelmét. Hammer doktor így kommentálja az esetet. Mindent jól csinált a beteg. A többit megteszi majd a más studentem mégyen. A pszichodráma óta eltelt 3 nap alatt a beteg nagyon jól aludt. Amíg megszűnik a bénulás, biztos eltelik még néhány hét. Semmi rossz nem történhet, hisz a beteg éjjel-nappal hallgatja a dalt. 2014. május 19-én írt levelében beszámol a beteg arról, hogy a felesége ingerült, mert nem szűnt meg egyik pillanatról a másikra a betegsége. Ez tipikus autószerelő műhely mentalitás.
Ha az autóban a hibás alkatrészt kicserélik, az autónak azonnal ismét mennie kell. Ez azonban az embereknél egy kicsit másképpen van. Már az a tény, hogy a beteg a szüleivel egy házban lakik. Minden nap látják egymást, mindig rákerül a vizuális sínekre. Ez jelentős különbséget jelent a Papa Noel összehasonlítva, ugyanis ott akusztikai sín volt. Hammer doktor azt tanácsolja, hogy a szülőkkel oldja meg teljesen a konfliktust, hisz ők készen is állnak erre. Persze a feleség türelmetlen. És a szülők és a más student termékén ellen fordult az asszony, és tudni akarja, mikor lesz a férje ismét egészséges. Hammer doktor két lehetőséget lát arra, hogyan szabadulhatna meg a bénulásos tünetektől a beteg. Vagy soha többet nem kellene látnia a szüleit, vagy a konfliktust, amit megoldott, teljesen meg kellene oldania, és soha nem szabad megszakítani a szülőkkel a kapcsolatot. Mert ameddig a konfliktus a beteg és a szülei között megoldott marad, addig nincsenek sinek. Május 22-én, azaz 17 nap múlva a beteg arról számolt be, hogy minden nap eltölt a szüleivel egy kis időt, sokat nevetnek, jól érzik magukat, magával viszi mindig a más studentre méhjent, amit a szülei nagyon szépnek találnak. A felesége féltékeny lett, hogy a férje olyan jól érzi magát a szülőkkel, a más studenten méhjent gyűlöli, ezért kitelepítette a férjét a hálószobából, a férj helyén a kislányuk alszik, morgolódik. Meg kell próbálni kitalálni, vajon a feleség egyetlen értése plusz sint jelente? A házaspár közötti turbulenciának is vége lesz, amint az alapprobléma megszűnik. Hammer doktor hangsúlyozza, hogy sok empátiára és tapintatra van szükség. Senki nem számított arra, hogy a beteg anyja olyan ösztönösen, anyaian cselekszik majd, hogy a fia problémáját a magáévá tette. Hammer doktor biztosabban, hogy a más studenten méhjent benne is a legősibb természetű anyai ösztönök húrjait pendítette meg. Hammer doktor türelemre intette a beteget a pszichodráma eljátszása után. Az első üdrivalgás 2014. május 24-én volt. A beteg egy kis szakaszt ugyan begörcsölt lábujjakkal, de elég normálisan meg tudott tenni. A lába nem volt béna. Ez egyszer a szülőknél való étkezés után történt, egyszer pedig a más studentem még ilyen könyv olvasása után. Tehát május 25-én, szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a szülők a lányunokával töltötték a napot. A beteg a hitvesi ágyban a lánya mellett aludt, mert a feleség elutazott. Rosszul aludt el, kétszer vécére ment ki, de álmodott, kora reggel ismét megtette egy rövid szakaszt, anélkül, hogy a lába béna lett volna. Úgy érzi, jobb a szaglása is. Bal oldalon hasi fájdalmak, miközben a más student Méken könyvet olvasta, pozitívan ítéli meg, utána jól aludt, kétszer felébredt, egyszer kiment vécére, az elindulás nehezére esik, csütörtök délelőtt, szüleinél volt, beszámolt az állapotáról, és olvassa a más studentben Méken. Tehát a pszichodráma működött. Ha valaki spontán 200-300 lépést meg tud tenni, akkor már nincs bénulásról szó, akkor megtört az átok. A beteg tudja, mit kell tennie. A többi a javulás. Eddig az esetismertetés, és nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire kiszolgáltatott egy beteg, ha a családnak az együttműködésére nem számíthat, vagy nehezen számíthat. Mennyire aláhúzza Hammer doktor azt, hogy az igazi megoldás az, ha teljesen megbocsát, ha teljesen lezárja a konfliktusait a szüleivel kapcsolatosan, hiszen akkor megszűnnek a sinek. És mennyire segített ebben az egész folyamatban a más studenten méhen. Tehát fantasztikus, hogy mondjam úgy, hogy távolból, hiszen levelezés kapcsán történt a gyógyítás. A beteg nem volt semmilyen tanfolyamon, és túl sokat nem tudott a germán gyógytudományról sem, de mégis megtette, amit Hammer doktor
mondott neki, hiszen eléggé szorult helyzetben volt, a házasságban már hajszálon múlt. Nos, azok a dolgok, amik az orvosi könyvekben úgy szerepelnek, hogy nem Parkinson-kor, csak összefoglalom, én inkább a kollégák számára, hogy ugye itt van a Huntington-korja, akaratlan mozgások, érzelmi kitörések és szellemi leépüléssel természetesen. A Wilson-kor az gyermekkori MAI program, ugye a bosszankodás okozza a MAI programot, és ehhez még hozzájön, vagy nem, a fiatalkori mozgászavar. A Wilson-kornál leírják, hogy van olyan Wilson-kor, amiben nincs mozgászavar, és van olyan, amiben van. A MAI program mind a kettőben ott van, és ez a rézanyagcserezavarban nyilvánul meg. Aztán beszélnek fokális disztóniákról, csak hogy értsük, ebben az esetben önleértékelésről van szó a megoldási fázisban, adott izomcsoportokban. Aztán van az úgynevezett eszenciális trémor, ami a mozgásra fokozódó remegést jelenti, ilyenkor mivel a beteg azt a mozdulatot indítja el, amelyben a konfliktust megélte, ez nyilván fokozni fogja a tüneteit is. A fiziológiás élettani trémor az a lámpaláz. Hát ki nem emlékszik arra, amikor először kiállt a színpadra, és elmondott egy verset, és remegett mindene. Így van. Parkinson-szindrómák, vagyis a más betegségekben megjelenő trémor remegés, mondjam úgy, hogy csak csatolt áruként a mozgászavar is jelen van, és még egy csomó más nyilván következmény konfliktus miatt fellépő tünet. Van olyan, hogy multiszisztémás atrófia, az MSA, ez már azt jelenti, hogy szimmetrikusan megjelenő tünetek, komplikációkkal. Természetes, hogy miért, mert mind anya, gyerek, mind partner oldalon megélte az illető a konfliktusait. A progresszív szupranukleáris parézis meg a tünetek kombinációja csupán, ha valaki beleássa magát ezekbe, és ismeri a germán gyógytudományt, ez mind érthető lesz. Foglaljuk össze akkor a Parkinson-koron, mit tudunk, mit kell mindenképpen megjegyeznünk? Hát nyilvánvaló, hogy mozgással kapcsolatos konfliktus függő gyógyulásban, és ezért remeg a beteg. Na most mindazt, amit leír a medicina, hogy a szubstancián nigra jellegzetes eloszlású degenerációja, és ebből adódó dopamin hiány, meg leírják a Lévi-féle intraneuronális citoplazmatikus hialin zárványtestecskék megjelenését, ezek csak következmények, és nem az okai a mozgászavarnak. A tünetek természetesen azt szerint jelennek meg, hogy anyagyerek vagy partner oldalnak felelnek meg. Az érintett izomcsoport utal arra, hogy milyen mozgással kapcsolatos maga a konfliktus, és a sinek jelenléte lesz az, ami befolyásolja a tünetek erősségét, változását, az állapot progresszióját. És első tünetként mindig az jelenik meg, hogy a végtagoknak a szinkronmozgása gátolt lesz, ez lesz a szinkinézis csökkenése. Ne feledjük el, hogy lehet pótolni a dopamint, és nem csak dopamin hiány van, hanem egyéb dolgok is. Nem akarok itt mélyen szakmai dolgokba belemenni, de tény is való, és Harmer doktor esete is bizonyítja, esettörténete, hogy ha megoldjuk a konfliktust, akkor csoda történik, és az izmok megint elkezdenek mozogni. Tehát a megoldás, a konfliktusok tisztázása és érzelmi megoldása, persze ehhez mindenképpen jó a család segítsége, jó szándékú segítőkészsége, mert különben nem fog megtörténni a gyógyulás. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, még a Parkinson-kor esetén is, hiszen rámutatta arra, hogy nem azoktól a tényezéktől lesz valakinek Parkinson-korja, amit a mai tankönyvek leírnak, és közük nincsen a Parkinson-korhoz ezeknek a statisztikai adatoknak, viszont attól függ, hogy az érzelmi megrázkódtatásainkat feloldjuk, vagy nem oldjuk fel. Hogy konfliktus aktív szakasz mennyi volt, elakad-e a gyógyulásunk, illetve a személyiségünket, a viselkedésünket is, hangulati változásunkat is megváltoztatja mindaz, ami a konfliktusok számától és becsapódási helyétől függ.
mert ugye ezek a konstellációk. A fel nem oldott lelki érzelmi konfliktusok feltárásával valóban az okokat oldjuk meg. És nem kell egy életen át kezelni, de valóban az okokat kell feltárni, és azt kell érzelmileg megoldani. És azért tudomány a germán gyógytudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ezek a tudományosságnak alapfeltételei, tehát mindenkinél egy ugyanaz a megélés, ugyanazt a biológiai választ fogja beindítani, ezért nem kell állatkísérleteket végezni, és nem a statisztikai kimutatások alapján fog eldőlni, hogy valaki lesz vagy nem lesz Parkinson-kóros, hanem egyszerűen csak attól, hogy megéli, és feloldja-e azokat a konfliktusokat, amelyek ide vezetnek. De ha érzelmileg nem tudja feloldani, akkor szenvedhetünk tovább okosan. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást. A most következő rész a fórum része, a kérdezfelelek magyarán. Mint tudjuk, minden kedvest az orvosházhoz jön, csak a egy gombnyomásnyi távolságra van tőlünk.